Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! A Párom a tükröm sorozat kapcsán eszembe jutott egy olyan gondolat, hogy talán jó lenne, ha párhuzamosan pszichológiai fogalmakat részleteiben megmagyaráznék, vagy legalábbis megpróbálnék róluk egy pár fontos gondolatot elmondani. Így született meg aztán a fejemben, hogy egy újabb sorozatot indítsak, pszichológiai fogalmak címmel. A pszichológiai fogalmak talán legelső és legfontosabb érdeklődésre számottevő elnevezése az a tudat alatti, vagy más néven a tudattalan. A tudat alatti elnevezést Sigmund Freud használta annak idején, bár ő használta a tudat felettest is. Jung aztán később kibővíti a tudat alatti kifejezést, de ő már másképp nevezi, ő azt mondja, hogy tudattalan. Talán precízebb ez a magyar fordítás, hogy tudattalan. A tudat alatti az nem annyira egyértelműen fejezi ki azt, hogy nem lehet vele igazán kapcsolatba lépni, tehát nem lehet kontrollálni, nem lehet ellenőrizni. A tudattalan Jung szempontjából talán, vagy Jung elnevezése által talán jobban kifejezi, hogy tudattalan, tehát magyarul nem tudatos. Abszolút nem tudatos, és Jung azt mondja, hogy ha elképzelünk egy jéghegyet, akkor a jéghegynek a kicsi csúcsa, ami kilóg a tengervízből, az a tudatos, és az alatta lévő területet nevezi Jung személyes tudattalannak, míg a még mélyebben, tehát a tenger mélye felé eső részét, azt már úgy nevezi, hogy kollektív tudattalan. Ezen fogalmak közül még külön-külön majd részletesen is visszatérünk, de most maradjunk egy picit ennél a tudatos, nem tudatos, tudattalan. Tehát amire odafigyelek, az valójában éppen aktuálisan benne van a tudatomban. Na most vannak helyzetek, amelyek éppen aktuálisan nincsenek a tudatomban. Tehát most ugye én Budapesten élek, egy példát hozok, mondjuk budapesti lakosok számára ez érthető. Mindenki tudja, hogy a Nagykörúton jár a 6-os villamos, de nem gondol rá. Ezért az a gondolat, amit valamikor is tudtunk, vagy éppen tudunk, de most nem gondolunk rá, az is a tudattalamban van. Előhívható. Ez mindig azt jelenti, hogy a tudat az a fókuszba helyez egy gondolatot, vagy egy fogalmat, egy gondolat formájában. Tehát amikor előhívunk valamit, akkor az ott van a tudatunk fókuszában. Amikor nem hívunk elő, az ott van a tudattalanunkban. Na most ez viszonylag még könnyebben érthető, hiszen végül is egy döntésen múlik, hogy éppen mire gondolok, és akkor annak megfelelően mit hívok elő a tudatomban. Igen ám, csak hogy ennél sokkal mélyebb személyes tudattalan képletek is vannak. Nevezzük meg rögtön, amelyről majd külön fogunk megint csak beszélni. Ezek például az elfojtások. Amikor valami számomra kellemetlen, és nem kívánok vele szembenézni, az szó szerint elfojtom a tudattalanomba. De nem racionálisan, hanem egyszerűen úgy, hogy éppen azért, mert hálítom, mert nem akarok vele találkozni, szembesülni, véletlenül se szeretnék vele foglalkozni, tehát nem szeretném a tudatom fókuszába helyezni, ennek következtében beszélhetünk elfojtásról. Ennek egy súlyosabb volta, az már a hasítás címet, vagy a hasítás fogalmat jelenti, amikor azt mondjuk, hogy egyszerűen nincs, meg se történt, nem létezik. Tehát
szó szerint kitagadjuk a világból. Nem kívánunk vele semmilyen szinten találkozni. Ez már a hasítás fogalma. De menjünk egy picit tovább. Amikor az egész kap egy úgymond svéd csavart, amikor valamit elfojtok, és az kerülő úton akar elém jönni, az kétféle módon szokott a leggyakrabban. Vagy álmok formájában, de ott sokszor annyira szövevényes az álom, hogy nagyon nehéz megérteni, hogy mit is akar az álom üzenni nekem a saját tudattalanomról. A másik variáció az egy újabb fogalom, az pedig a projekció fogalma. Projekció, azaz kivetítés, projektálni, kivetíteni, azt jelenti, ugye azt gondolom, hogy úgy már mindenki ismeri, hogy projektor, hát ez kivetítő, ugye? Tehát azt használjuk előadások formájában, vagy valaki házi mozit üzemeltet, akkor a projektoron keresztül vetítheti ki a filmet. De a projekció pszichológiai értelemben azt jelenti, hogy valamit, amit nem bírok saját magamban elviselni, tehát ez legyen egy tulajdonság, legyen egy emlék, bármi, azt valamilyen módon projektálom egy másik emberre. Ezek után az a legaranyosabb az egészben, hogy be is vonzom azt a másik embert, mint egy projekciós felületként. Tehát, hogy rá tudom vetíteni, nem én vagyok ilyen, ő az. Ezek mind a tudattalamba száműzött fogalmak, és a tudattalamból törnek elő, akár a legváratlanabbul is. Hogy további összefüggéseket mondjunk, Freudnak például elég komoly könyve jelent meg azzal kapcsolatban, hogy az úgynevezett tudattalamba folytott dolgaink, azok aztán például gyakran elszólásokban jelennek meg, vagy elvétésekben. Számtalanszor megfogtam magam, amikor például volt egy kellemetlen helyzet otthon a feleségemmel, és ki akartam nyitni a lakáskulccsal a saját lakásom ajtaját, és ahelyett, hogy a lakáskulcsommal nyitottam volna ki, a kapukulcsommal akartam kinyitni. Vagyis ez azt jelenti, hogy tudat alatt azt üzente nekem a tudattalanom, hogy inkább a kapun kívül szeretnél lenni. Más esetben ennek az ellentétje is előfordult. Például mentem be a kapun, és már nagyon szerettem volna otthon lenni. Volt egy családi rendezvény, egy élmény, egy örömteli ünnep, és a kaput a lakáskulccsal akartam kinyitni. Vagyis ez mutatja, hogy időnként ezek az úgynevezett elvétéseink, vagy elszólásaink megtréfálnak minket, és ezek a tréfák, ezek valójában, ha hajlandóak vagyunk szembesülni velük, akkor jelzésértékűek, tehát tanítanak minket magunkról, hogy hoppácska, hoppácska, itt valami gond van, te inkább kívül szeretnél lenni, vagy inkább távolabb szeretnél lenni, vagy pont az ellentétje, te már rögtön ott szeretnél lenni, te már azonnal ott szeretnél lenni. Alapjában véve, minden, amivel találkozunk a mindennapok folyamán, az egy tanításra ad alkalmat önmagunkról, ha nem csak a felületen kezeljük azt, amit látunk, hanem magunkra vonatkoztatva is értelmezzük azt, vagy legalábbis megpróbáljuk beértelmezni. Természetesen itt számtalan új fogalmat fogalmaztam meg, ezekről mindegyikről fogok részletesebben beszélni. Tekintsék ezt egy ilyen első etapnak, egy első indításnak, és ha tetszik ez a sorozat, akkor biztos, hogy rövidesen jelentkezem egy újabb részével. Köszönöm a figyelmet!